Sziasztok, szép napot mindenkinek! A következőkben sminkelni fogunk. Arra gondoltam, hogy egy látványos, de mégsem túl drámai sminket fogunk készíteni, úgyhogy lássunk is hozzá! A sminkelés mindig két dologgal szoktam kezdeni. Az egyik az az, hogy felviszek valamilyen nagyon természetes nappali arckrémet, ami megfelelően hidratálja és ápolja a bőrömet. Hogyha kicsit fáradtabb vagyok, akkor még szemránckrémet is beszoktam ütögetni, majd megvárom, hogy ez beszívja a bőröm, közben pedig ápolom az ajkaimat az egyik kedvenc ajakápolommal. Van. Lássuk, most már nagyon szépen beszívódott a krém, úgyhogy jöhet az alapozás. Azokon a napokon, amikor mondjuk valami hivatalos helyre megyek, tehát nem tudom, műsort vezetek, vagy forgatunk, vagy valahol előadást tartok, akkor mindig szoktam primert is használni azért, hogy még tartósabb legyen a smink, de ma nincsen nálam a primerem, úgyhogy ez a lépés kimarad, de hogyha használnék, akkor az most jönne. Szóval jöhet rögtön az alapozás, ugye lehet folyékony alapozót is használni, lehet krémeset is használni, én porállagút fogok, amit egy ilyen ecsettel egyszerűen felveszek, majd pedig felviszem körkörös mozdulatokkal az arcomra. Na, az is megvan. Úgyhogy akkor jöhet a szemöldök. Elsőként egy ilyen szemöldök kefét fogok használni, ezzel átfésülgetem majd szépen a szemöldökömet, és ott, ahol azt látom, hogy nem tökéletes az ív, vagy hiányzik egy-két szemöldökszál, ami jó lenne, hogyha ott lenne, azt egy szemöldök ceruzával fogom pótolni. Jöhet is akkor a szemhéjnek a festése. Én már ki is néztem az egyik kedvenc színemet, ami nem más, mint ez. Bevallom őszintén, hogyha nagyon-nagyon gyorsan kell sminket készítenem, mert nem tudom, nem szoktam elfelejteni semmilyen megbeszélés, de volt azért már rá példa, hogy nagyon kevés időm volt elkészülni, akkor mindig ezt használom. Fölviszem egy kis fekete a szempillatőbe, és kész is van a smink. Tehát ez egy ilyen Jolly Joker gyönyörűséges szín, ami kiemeli a szememnek a zöldjét. Ezt fogom most használni, és beviszem, vagy beteszem majd ide, vagy befestem ide bentre, illetve ide kintre is, és hogy mi fog középre kerülni, hát oda pedig ez a gyönyörűséges arany. Nos, a dolog nehezével már végeztünk is, most már csak az utolsó apró simítások jönnek, amiből az első lépés az, hogy veszek egy ilyen kisebb fejű ecsetet, és ugyanezt a színt, ezt a kedvencemet felveszem, és felviszem a szemem alá. Utána fogok majd egy ilyen pufit, és azért, hogy itt olyan szép átmenet legyen fönne, ilyen addig tartas, még aztán utána nincsen semmi, tehát szépen eldolgozzuk, egy ilyen kellemes, natur, matt színt fogok felvenni. A szemem láttára halt meg a kedvenc palettám. A trick kiesett belőle. Na mindegy, szóval felvesztem ezt a színt, és ezzel nagyon szépen el fogom ott mosni ezeket az éles határokat. Felülre pedig, azaz ide a szemöldököm alá, ez a teljesen világos szín következik. Tehát akkor még egyszer, világos szín ide, ott elmossuk, alulra meg a kedvenc színem jön. Most már csak pár lépés van hátra, az első az az, hogy fogok egy fekete szemceruzát, és ezzel húzok egy vékony kis vonalat a szempillatőbe, majd pedig el is fogom maszatolni. Utána jöhet szempillaspirál, aztán egy kis pirosító, végül pedig valamilyen természetes szín az ajkakra. El is készültem ezzel a ragyogó, friss sminkkel, hogyha gondoljátok, akkor próbáljátok ki. Sziasztok!